az orvosok távozását a Zala megyei Szent Rafael kórház közleményben is megerősítette. Azt írták, az ügyeleti díjak alacsony mértéke miatt távoznak az intézményből, a távozó orvosok az ügyben nem nyilatkozhatnak, mivel szerződésük szerint azt csak az intézmény jóváhagyásával tehetik meg, mondta el Főr Gábor civil lokálpatrióta annak az okát, miért ő állt az orvosok helyett a nyilvánosság elé. A távozó szakorvosok azzal indokolták a döntésüket, hogy az ügyeleti órák, az ügyeleti bérek elszámolása valamennyi, az osztályon dolgozó többi munkavállalót is hátrányosan érinti, olvasható azokban az üzenetekben, amelyeket az egészségügyi dolgozók juttattak el Főr Gábornak. Kapcsolódó Facebook bejegyzés a Zala megyei Szent Rafael kórház hivatalos válaszban reagált ez esetre. Az intézmény menedzsmentje közleményben arról számolt be, hogy a traumatológusok úgynevezett trauma-fix díjazásban is részesülnek. A traumatológiai társaság ajánlása szerint a teljes díj 60%-a illeti meg a dolgozókat. A Zala megyei Szent Rafael kórház azonban ennél nagyobb összeget állapított meg, a traumatológiai ellátásban résztvevő orvosok és szakdolgozók a teljes díj 75%-át kapják meg, ez havonta 300-700 ezer forint közötti összeg. A kórház válaszában úgy reagált, a koronavírusos betegek ellátásában a traumatológia osztály felmondott szakorvosai nem vettek részt, vagyis a pandémia nem okozott számukra többletterhelést. Az elhalasztott műtéteik helyett az oltópontokon teljesítettek feladatot, külön juttatásért, hozzátettek azt is, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszony vállalásával 2021. március 1. évvel jelentősen megemelkedtek az orvosi bérek. Kórházuk felmondott traumatológus szakorvosai a megemelt béren túl a korábban említett traumatológiai ellátásért járó fix díjban és az ügyeletek után járó díjban is részesültek, az intézmény kiemelte, további bérzsarolásnak intézményük fenntarthatósága érdekében nem engednek, arra a kérdésre, hogy a távozó hét orvos miként érinti a betegellátást, úgy reagáltak, hogy az elkövetkező időszakban is mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy az odaérkező betegeket a lehető legmagasabb szintű gyógyító ellátásban tudják részesíteni. Kapcsolódó Facebook bejegyzés információink szerint a távozó orvosok magánegészségügyi szolgáltatóknál folytatják munkájukat, illetve felvetődött a külföldi munkavállalás lehetősége is.